Sziasztok! Itt a Máté, és el szeretném mondani, hogy mit keresek én itt ezen a platformon, amit a előző videóban el is mondtam. Ugyanis szerettem volna videózni. Ennyi. Érdekelt engem ez az egész, nem úgy, mint egyszerűbb szinten, hanem így komolyabb szinten, hogy a szerkesztési tudásomból mit tudok kihozni, és így ez nagyon foglalkoztatott engem. És úgy döntöttem, akkor miért ne csináljak YouTube-ot? Úgyis mindenki ezt csinálja, hát akkor vágjunk bele, majd lesz belőle valami. És aztán megcsináltam ezt a csatornát, és most itt vagyok. Instagramon már eléggé régóta tevékenykedek. Van egy fő profilom, ahol már több mint 700-an vagyunk. Van egy művészi, úgymond művészi profilom, ami tehát nyilván portréfotózások, meg mindenféle természetfotókat teszek közzé. 100, lassan 140 képpel és 150 követővel vígan el van. És láttam, ha már ilyen jól megy a fotós dolog, meg már próbálkoztam filmekkel, és akkor vágjunk bele kicsikét hétköznapi dolgokba, mint például ez a vlogolás. Hogy mi a hátránya ennek, hogy aktívan kell tevékenykedni. Instagramnál is, ha nem lennének ezek a történetek, ezek a sztorik, akkor nem tudnék gyorsan, aktívan dolgozni képeken, vagy valamiken, mert akkor csökken a követők száma, vagyis a követők száma annyira nem, de az elérések száma csökken. És ugyanaz a helyzet a YouTube-nál is. És azért említettem az előző videóban, hogy ez a pocket vlog dolgot, hogy sokkal közvetlenebb, gyorsabb és hitelesebb és őszintébb tudjak lenni a nézőimmel, a leendő nézőimmel. Nem idegen számomra egyébként a YouTube, ugyanis működtettek egy filmes csatornát, ahol újravágott videók vannak, saját rendezvényfilmek, kisfilmek, pályázati anyagok. Egyedül még csak azokat töltöttem fel, és nem szeretném ilyen hétköznapi, mainstreamebb, lehet ezt mondani, jó, mondjuk mainstreamebb és lazább tartalommal nem szeretném elrondítani azt a csatornámat. Magamról annyit, hogy 15 éves vagyok, decemberben töltöm a 16-ot, 10. osztályos vagyok, elektronikai technikus szakmát tanulok, Kecskeméten élek, Kecskemétre járok be suliba, Kecskeméten csinálok szinte mindent. Alapvetően szerettem a várost, de nem vagyok vele megelégedve. Szeretek fotózni, videózni, zenét készíteni, zenét hallgatni, videóklipet csinálni, mindent, ami így fényképezőgéppen meg lehet csinálni. Szeretek utazni, szeretek új embereket megismerni, és szeretem magamat adni, ami a legfontosabb. És szeretném azt, hogy az igazi önmagamat tudjam átadni videón keresztül. Remélem, társak lesztek ebben az új kalandban, ami számomra egy új fejezet az életben, és szeretném, hogyha részesei lennétek. Micsoda szép lezárás! Így kötöttem ki ide a YouTube-ra, és remélem, sok évet fogunk itt együtt tölteni, és remélem, kisebb kihagyással, és nem ilyen fél éves-éves szünettel, hogy egyik évben videózok, másik évben nem. Remélem, ilyen nem lesz. Nagyon remélem, hogy velem fogtok tartani, és bármilyen észrevétel van, kommentben írjátok le. Nagyon hálás lennék, de tényleg nagyon hálás lennék érte, hogyha így leírnátok, hogy mizu van, hogy min kéne majd csiszolnom, és a következő videókon is szívesen várok mindenféle kommentet, mert nekem ez az egyedüli visszajelzés itt ezen a platformon, amiből én tudok építkezni, hogy nektek mi lenne a jó. Persze olyan keretek között, hogy nekem is élvezetes maradjon a videókészítés. A filmes csatorna és a két Instagram profil a leírásban ott lesz, és
ennyi is lett volna ez a videó. Én a Máté voltam. Találkozzunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!